pedagógus és bolsevizmus lenne a témánk. Ebola írt ezzel kapcsolatban egy tanulmányt. Itt nem ez a tanulmány kerül ismertetésre, hanem egyéb gondolatok, de nem olyanok, amelyek még kifejezetten ellentétben állnának ezzel. Az amerikanizmus és bolsevizmus voltak éppen már akkor felmerült, amikor a bolsevizmus uralomra jutott. És azóta mai napig nem szűnt meg. És természetesen az amerikanizmus, amely sokkal régebbi, de valójában és kiélezetten ez is a 20. században jelent meg. Korábban is volt ilyesmi, de ekkor jelent meg a maga teljességében. Jegyezzük meg, hogy van egy pozitív amerikanizmus. Ez a pozitív amerikanizmus megjelent a egykori pionírekben, megjelent azokban, akik egy nem túl magas, de alacsonynak sem mondható szellemiséget képviseltek a voltak éppeni amerikaiak körében. Ez a pozitív amerikanizmus nyilvánul meg olyasmi van, mint a White Power, mint az ezüstingesek, mint a Ku Klux Klan és egyebek. Tehát ez a pozitív amerikanizmus. Lehetne egy más pozitív amerikanizmusról is beszélni, az indiánok vonatkozásában. Sajnálatos tény, hogy az indián amerikanizmus és a bevándorlók amerikani, pozitív amerikanizmusa között diszharmonikus a viszony. Mi nem ezzel foglalkozunk, tehát nem a pozitív amerikanizmussal foglalkozunk. Pozitív amerikanizmus elismerjük, és akár megbecsüljük. A negatív amerikanizmus egy olyan életnek a felfogása, amely egyrészt teljes mértékben az úgynevezett liberalizmusra, a demokratizmusra, a modernizmusra általában, és a kapitalizmusra épül. A tradicionális szemlélet határozottan antikapitalista, és persze antiszocialista is egyszerre, legvégletesebben az. Tehát az amerikanizmusból hiányzik az, Amerikából mondjuk úgy hiányzik, az is ezen elsőkor az Egyesült Államokra gondolunk mindig, amit igazi nemességnek lehet tekinteni, ami igazán megfelel a feudalizmus erveinek, ami igazán megfelel minden arisztokratikus törekvésnek. A pozitív amerikanizmus bizonyos képviselőiben egy nyomokban fellelhető volt, de egyébként szinte teljes mértékben hiányzott. Például az észak-dél háborúban kétségtelen, hogy a dél, ebben az esetben a dél képviselte a magasabb rendű elemet. Ez biztos. Ennek ellenére, ami végül is Amerikában napjainkra kialakult, az a világ számára a legszörnyűbb tehertételek egyike. Azon lehet vitatkozni, esetleg lehet vitatkozni, hogy helyes volt-e rabszolgákat behozni az Egyesült Államokba, vagy nem. Ezen talán lehet vitatkozni. De azon nem lehet vitatkozni józan és konzervatív és jobboldali szempontból, hogy ezeknek a felszabadítása óriási hiba volt. És ezeknek a teljesen egyenlő jogúvá tétele pedig még szörnyűbb
és az előbbiből következő szava volt. Ha egy pillanatra elidőzhetnénk azon a magán a négyenségen, a negritúdon, vagy negritúdon, a négerségen. A négerek tulajdonképpen Afrikában, amíg ott éltek, és amik tulajdonképpen nem érintkeztek a fehér világgal, egy sötét talajdémonokkal kapcsolatos létformában, de viszonylag, apostrofáltan, normálisan éltek. Abban a pillanatban, amikor a négerség kezdett európeizálódni, ez megszűnt. Négerek törzseket alkottak. Egyértelmű törzseket alkottak. Most a törzseknek és az államoknak semmi közük nincs egymáshoz. Tehát a néger államok a jelenkorban, hát az egy nevetséges, szánalmas, el és megvetendő, és nem veszélytelen képződmény. Tehát a néger államok, mint államok nevetségesek. És a négerek, mint egyenjogúvá tett négerek Amerikában, szintén nevetségesek. Ha nem élhetnek a saját törzsi kereteik között, akkor csak alávetettségben élhetnek. És az alávetettség egyáltalán nem volt olyan borzalmas, mint amilyennek beállítják. A magyar nyelven a rabszolga az egy rendkívül félelmetesen hangzó, fenyegető fejezés. Ezek tulajdonképpen szolgák voltak. Szolgáltak, és sokan nagyon hűen szolgáltak, hiszen az észak-dél háborúban a négerek harcoltak a fehér uraik mellett. És ez főképp azért indult dél ellen, mert rabszolgákat tartottak. Észak, amelyet megindította ezt, mert esze ágában sem volt felszabadítani a saját rabszolgáit, különben ez is érdekes. És az amerikanizmusban bizonyos értelemben a négerség jelen van. Magában az amerikanizmus tendenciáiban a négerség jelen van. Miért volna ír éppen arról, hogyha valaki Amerikába elmegy és azt mondja, hogy ő folklórral szeretne foglalkozni, akkor kizárólag a négerek jutnak eszébe mindenkinek. Az indiának például soha. Azt külön és meg kell magyarázni az indiánokkal foglalkozni, maga a folklór. És ez tulajdonképpen az úgynevezett elnyomott néger benső attitűdjei átáramlottak Amerika egészébe. Amerika egy alávetett ország. A világ legnagyobb katonai és ipari és gazdasági hatalma, amely bensőleg gyarmatosítva van. Mondjuk ki, hogy az Egyesült Államok egy zsidó gyarmat. Egy bensőleg belülről gyarmatosított, óriási hatalmú ország. Óriási a hatalma, és teljes mértékben egy bizonyos tendencia, mondhatjuk úgy, hogy egy zsidó szabadkönyves tendencia érvényesül ennek a hatalmas birodalomnak az életében. Ez odáig elmegy, mint erre példáit is látjuk, hogy Amerika sokkal hajlamosabb fegyvert fogni, például Izrael védelmében, mint önmaga védelmében.
mert különben a Castro-féle Kubát nem hagyta volna, különben Észak-Koreában sokkal fenyegetőbben lépne fel, ehelyett arab országokra, mert az irritálja Izraelt. Nem arról van szó, hogy az Egyesült Államokat Izraelből irányítják, nem. Vannak olyan zsidó körök, amelyek Amerikát is irányítják, meg Izraelt is irányítják, meg Oroszországot is, meg Magyarországot is, hogy valami egészen szélsőséges példát mutassunk fel. Tehát egy Amerika lényegéhez hozzátartozik az, hogy Amerika egy bensőleg gyarmatosított ország. Ez Amerikának a lényegéhez tartozik. Jó, nem mindenki veti alá magát ezeknek az elveknek Amerikában. Nagyon sokan nem vetik alá magukat. De ezeknek meghatározó súlyuk és erejük nincs. Lokálisan, déli államok városaiban, kisvárosaiban van, de Amerika egészére nézve, az Egyesült Államok egészére nézve nincs. Tehát az amerikanizmus egy nagyon komplex attitűd, ismertem a modernizmussal, a kapitalizmussal, a liberalizmussal, a demokratizmussal, az általános baloldalisággal áthatva a néger attitűddel, a rabszolga attitűdjével is. Ahol egy amerikai katona féktelenné válik, az a megbűvöldött rabszolgának a hozzáállása, nem azért, mert igazi uralmi pozícióban van. Az Egyesült Államoknak például semmiféle érdeke nem fűződött ahhoz, hogy az első világháború bekapcsolódott. Semmi. A világot semmiféle olyan, ami tényleg amerikai érdek lett volna. A második világháborúban sem. Amerikának nem volt érdeke, az amerikai embereknek nem volt érdeke, nem állt érdekükből, hogy részt vegyenek ebben a... De valahonnan olyan meghatározó erők érkeztek belülről, de nem igazi amerikaiak oldaláról, hogy teljes mértékben ebben a vonalba állt be. Tudjuk, hogy mi volt az első világháború célja. A tradicionalitás nyomokban őrző birodalmak megsemmisítése. Osztrák-Magyar Monarchia, Német Császárság és az Antant oldalán harcoló Oroszország. És még mellesleg a török szultánátus. Tehát ezeknek a megsemmisítése. A második világháborúban a még mindig életképes konzerváló erőknek a megsemmisítése volt a cél, és amit nagyon kevesen tudatosítanak, a brit világbirodalom megsemmisítése. És Amerikából valakit közölték az Angliával, hogy csak abban az esetben kapnak amerikai támogatást, ha ígéretet adnak, hogy a háború befejezése után néhány éven belül a saját gyarmatbirodalmukat, mondhatjuk, hogy a brit világbirodalmat megszüntetik. Tehát Theodore Churchill, akit némelyek nagyra tartanak, a brit világbirodalom első számú ellensége. Mert hajlandó volt ebbe belemenni, és érdektelen, hogy szívesen ment bele, vagy nem. Hiszen az Angliának nem kellett volna hadat üzennie